Sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőket és világbajnokot, köszönhetek itt a stúdióban is. Itt van velünk Liu Shaoang, rövidpályás gyorskocsolyázó, az első magyar összetett világbajnok, és Bánhidi Ákos csapatmenedzser, a rövidpályás gyors, vezetőedzője. Köszönöm szépen, hogy eljöttetek hozzánk. Szerjük, hogy szóval mi is. Kicsit leülepedett már a siker, vagy minden siker ugyanolyan siker? Hogy, hogy van ez a dolog? Már annyira kezdünk ehhez mi hozzászokni, hogy szinte elvárjuk. Igen, ugye ha mondhatnánk így, hogy, hogy minden egyes versenyen próbálunk mindig sporttörténelmet írni. Uh, igazából a, a sikert azt meg kell tanulni kezelni, ugyanúgy, mint a kudarcot is, és uh, hogyha mind a kettőt jól kezeljük, akkor mind a kettőből lehet jól tanulni. Melyiket nehezebb? Uh, hát talán a kudarcot nehezebb egy kicsit megélni, de de onnan szép felállni mindig, úgyhogy, úgyhogy azokat egy kicsit nehezebbek. És hogyha azt mondod, hogy a sikert is meg kell tanulni, kezelni, akkor ha visszagondolsz az elsőre, meg erre a mostanira, akkor mi az, amit másképp kezelsz benne? Ha visszagondolok, akkor nagyon-nagyon hosszú utat tettünk meg a, a, a sikerek között, és, és igazából nem is tudom, hogy hogy, 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 hogy tudnék, mármint, hogy mit tudnék így mondani róluk, hiszen, hiszen tényleg mi mindig azok vagyunk, akik, akik mindig jobbak akarnak lenni, akik mindig egy kicsivel többet akarnak hozzátenni a, a, a sikerhez. Úgyhogy mi, mi, szerintem mindig egy olyan fejlődés úton vagyunk, ami, ami kell, kell, nekünk, és, és, és ez tartja bennünk a motivációt. Tehát minden szinte természetes, ami történik. Szinte kisfiú volt még, amikor először itt volt, és az első siker megszületett, és te már rég itt voltál akkor, amikor még nem volt siker. Azt beszélgettük az imént, hogy a sporták szempontjából nagyon rövid idő alatt teljesen megfordult a világ. Egy olyan sportákban, ahol semmi nem volt, nem voltak lehetőségek, nem volt segítség, aztán egyszer csak megadták a lehetőséget, és elképesztő kibontakozás volt, te mindezt végigélted, hihetetlen, olyan, mint egy, egy születés, nem? Egy születés és a gyermeknek a végigkísérése az útján. Valóban végigéltem, éltem, úgy emlékszem, hogy kb. 30-35 éve volt, amikor az első pengéket és cipőket beszereztük Hollandiából, és ugye a Torinoi Olimpia volt az első olyan komolyabb eredmény eredményesség, ami után e, sikerült elérni azt a szintet, hogy felfigyeltek ránk, és olyan támogatásokat kezdtünk el kapni, ebből lehet egy, egy komoly tímet építeni. Tehát mind az utánpótlás fejlesztés, amelyen keresztül már Ádóék is e, megismerkedettek ezzel a sportággal, nagyon komoly szerepet játszott, és utána pedig a, a legfelső szinteknek az olyan kezelése, az olyan menedzsmentje, manage, ami az ilyen eredményességhez már kell, és én ezt lentkerék elméletnek hívom, tehát egyszerbe indul, és az ember nagyon figyel, hogy ez folyamatos lendületben lenni, és egyre jobban elkapja a ritmust, akkor, akkor szép dolgokat lehet alkotni. Ehhez nagyon sok fogaskerék kell, de ha most kettőt kiemelek téged és a testvéredet, nekem mindig az az érzésem, hogy ti így haladtok egymás mellett, hol az egyik van egy kicsit elől, hol a másik, folyamatosan húzzátok egymást. Ezen a világbajnokságon, amikor leültök és megbeszélitek, hogy mi történt, hogy történt, hogy voltak a mélypontok és a, és a magasságok, hogy, hogy néztek ki ezek a beszélgetések, kinek kit kellett, mikor egy kicsit bátorítani, egy kicsit nyugtatni, egy kicsit vigasztalni? Ü, mint sportoló, ü, egyébként így saulina nem szoktunk ilyenekről beszélni. Én tudom, hogyha neki például valami problémája van a, a verseny előtt vagy a verseny közben, én azt tudom, hogy ő, hogy ő onnan fel tud állni és, és úgy tudod állni a rajtvonalhoz, hogy hogy igazából csak arra tud koncentrálni és, és belefektet mindent. Ü, komolyabb beszélgetés talán inkább Ákossal volt így a, így a verseny megelőző napokon. Ü, ha jól emlékszem, egy szerdai napon jött oda hozzám, miközben melegítettem, és akkor, akkor, kaptam egy kisebb fejmosást. Mit látott? Talán azt látta, hogy kicsit csalódott vagyok, és, és nem állok a, a, helyzet magaslatán, de amikor utána odajött, és, és igazából én nem beszéltem, csak ő beszélt hozzám, és elmondta azokat a dolgokat, amiket, ami az ő szívéből kijött, és, és én ezeket nyilván meghallgatom, eltárolom, és átgondolom ezeket. Úgyhogy amikor odaálltam a rajtvonalhoz, igazából, igazából próbáltam tényleg úgy ahogy, ahogy, ő is elvárta tőlem, ahogy, ahogy, megbeszéltük, és ahogy, és ahogy igazából kijött belőlem ez az egész. Ez úgy hangzik, mintha nagyon könnyű dolgod lenne mindig. Nem erről egyáltalán nincsen szó. <laughs> ne felejtsük el, hogy speciális idején élünk, és nagyon komoly sikerhalmaz van Ádóék mögött és, és a csapat mögött már és ennek van azért egy súlya is, amit vinni kell. Természetesen ez egy kellemes teher, és ne felejtsük azt sem el, hogy, hogy ebben a speciális helyzetben nagyon erősen sújtotta a a Covid-fertőzés. Nem akarok előenni azzal, hogy név szerint kit és hányszor, mert voltak itt többször is, de ez nagyon-nagyon komolyan beleszólt a felkészülésre. Nagyot Nagyot ütött. Nagyot ütött. Nagyon Nagyon nagyot ütött. Tehát, hogy nem is akarom ezt most különösebben kifejteni, nagyon nagyot ütött, és ez az Európa bajnokságnak az eredményességen azért erősen látszott. Nem, mint hogyha ott nem hozták volna ki a versenyzők, mint mindig magukból a maximumot, és, és hát az egy elég komoly kanosszajárás volt egy olyan versenyzőnek, mint például Ádó. És én a világbajnokság edzés napjai alatt azt láttam, hogy szenved. És nem csak fizikailag, vagy a, esetlegesen a pengének a beállítása miatt, hanem fejben. És én nagyon ritkán kommunikálok, nagyon ritkán jövök elő olyan, olyan jellegű mély dolgokkal, amik, amik esetleg fontosak lehetnek, hogyha akár egy szó is benn marad egy futam előtt, én ezekben nagyon hiszek. Ebben az esetben úgy éreztem, hogy erre szükség van, kétszer is elbeszélgettem vele, és én nagyon örülök, hogy ezt hallom vissza tőle, hogy ezek beültek mélyen oda, ahol vannak, be kellett ülnie, és utána pedig ugyanazt a fantasztikumot nyújtotta, mint amit általában megszoktunk tőle. Az imént a fogaskerekekről beszéltünk, hogyha Ákost, Linát és a testvéredet nézzük ezek közül, a fogaskerekek közül, akkor kinek milyen szerepe van a te életedben, illetve az eredményeidben? Hát Akiket felsoroltál közülük mindenkinek nagyon nagy szerepe van, hisz Ákos tényleg olyan, mintha az édesapám lenne, Lina meg mintha az édesanyám lenne, Saul pedig ugye a testvérem, úgyhogy egy kis családot alkotunk, nem csak ebben a négyesben, hanem tényleg az egész csapatban. És ugye az olimpia előtt volt egy nyilatkozatom, hogy vagy az olimpia után volt egy nyilatkozatom, miután olimpiai bajnokok lettünk, hogy hogyha ezt jól felépítjük, akkor a jövőben még jobbak lehetünk, és, és ebből még jobban tudunk tanulni, és szerencsére a csapat is, és, és az egész menedzsment nagyon jól kezelte ezt az egészet, és tényleg innentől igazából csak fejlődünk, és, és ez látszik az eredményeken is, és, és látszik, hogy, hogy minden versenyen, egy, talán egy picivel, ha nem is nagyon kimagaslóan, de egy picivel mindig jobbak vagyunk. El tudsz te bizonytalanodni? Tehát amikor mondjuk elesel, amikor mondjuk második leszel, akkor, akkor, abból kell neked felállni, vagy ezt is természetes részének tekinted a folyamatnak? Ez nyilván a sport része, hogyha valaki kicsúszik, vagy hogyha valaki elesik, ez, ez nyilván benne van ebben a sportágban, akár hogyha nem is az én hibám, akár hogyha az én hibám, vagy talán történik egy kizárás is. Nyilván ezt is ugye fel kell dolgozni a sportolónak, az, hogy az, hogy ez most az az érem, ez meg éppen ezüst, szerintem emiatt nem kell szomorkodni, hiszen, hiszen ez a legszebb érem, vagy hát ez a legszebb eredmény, amit, amit például aznap az, azon a versenyen el tudtam élni. Úgyhogy bánkódni szerintem nem kell, hogyha nem arany, akkor sem. Természetesen ma körülötte forog a világ, hiszen egyrészt ő van itt a stúdióban, másrészt ő az összetett világban, de azért arra kérlek, hogy beszélj egy kicsit az egész válogatottról férfinői vonalon, mert nagyon jól sikerült világbajnokság volt ez. Vissza kell, vissza kell térjek arra, arra a szituációra, amivel meg kellett küzdjünk. Tehát az Európa-bajnokságra úgy tudtunk kimenni, két versenyünk volt idén, és úgy tudtunk kimenni, hogy szanaszét volt tördelve a felkészülésünk, és igazából úgy is gondolkodtunk róla, hogy, hogy ez csak egy állomás és a, ha szerencsénk van, és utána tudunk tovább készülni, akkor a világbajnokságot e, jobban meg lehet oldani. Természetesen itt volt egy óriás pszichés teher, folyamatosan felkészülés alatt is, illetve az EB után pláne. E, hogy, vissza, hogy oda kanyarodjak a kérdéssel, mindenképpen kellett ez a felvezető. Én úgy gondolom, hogy hogy hadd legyek udvarias a hölgyekkel a kapcsolatban is, egy megfiatalított, nő, megfiatalított, női csapatunk van, és egy szenzációs 4-0-7-et a, a váltóban, ami, ami hatalmas erőlépés, és ez, ez, is látszik, hogy igazából fejbe, fejben nagyon sok mindent kell rendezni, még főleg ilyen helyzetben a csapat, a csapatok környékén. Nagyszerű eredményt értek el a hölgyek, és, és hát a, a férfi csapat is, ugye a, a, testvérek vezérletével úgy állt össze, hogy egy, egy John Henry Krüger, aki szintén világklasszis tudású versenyző, az egyéni indulók létszámának a limitált tekintetében nem tudtunk egyéniben felküldni végre. Ő benne is komoly eredmény lapult, amit egyébként a váltó tekintetében kiváló kocsijázással bizonyított is, hogy jó állapotban volt. Csabi sajnos kétszer esett. Itt is arra kell, hogy kitérek mindenképpen, hogy fizikailag úgy gondolom, hogy olyan szinten, mint a többiek volt, senki nem volt a toppan. Itt úgy sikerült elérni ezt a világban a köztetett hogy se Ádó, se Sanyi, illetve az ezüstöt, hogy egyik ők sem volt a toppan. Kb. 90%-osan uh, tudtuk őket felhozni, és nagyszerű, hogy ez uh, így is megfelelt a, a annak a nagyon komoly elvárásnak, amit, amit ők ugye általában maguk elé, vagy mi eléjük kitűzünk, és Csabi kétszeres esése, ugye az ebén, a v n is elesett, egy olyan helyzetből húzott le minket, ahol úgy érzem a legfényesebb éremért tudtunk volna kortsajázni, hogyha a talpon maradunk, én úgy érzem, hogy a speciális idényben, a, a pandémia alatti idényben nagyon biztatóak ezek az eredmények, és ezekkel a, ezzel a háttérrel tudunk neki vágni az olimpiai felkészülésnek. Én pedig elmondhatom, hogy otthon a képernyők előtt egészen fantasztikus élmény benneteket nézni és figyelni. Remélem, hogy sok lehetőségünk lesz még erre. Nagyon köszönöm, hogy eljöttetek, és azokat a fogaskerekeket, akiket kihagytunk most ebből a műsorból, kérlek adjátok át gratulációinkat. Köszönöm, hogy itt szóval voltatok. A kedves nézőknek pedig köszönöm szépen a figyelmet, viszontlátásra!